Több mint 2000 tonna akkumulátor hulladék illegális raktározásáról számoltunk be néhány hete az Átlátszóban. Ebben a videóban bemutatjuk, hogy hogyan rejtették el a környezetre és a lakosságra egyaránt veszélyes hulladékot néhány kis település határában. Két vidéki helyszínen, Ikladon és Abasáron is akucellákkal teli vegyszerszaktól bűzlő hordókra és egyéb akugyártásból származó veszélyes hulladékra bukkantunk. A Pest megyei Iklad község határában lévő iparterület egy része ma már elhagyatott. A helyszínen csupán romos vagy üres épületek állnak. Egy becsődölt, valamikor gumiabroncsok feldolgozását végző cég telephelyén jelenleg nagy mennyiségű darált gumit és egyéb hulladékot tárolnak, őrizetlenül. A telep néhány épülete körül érezhető orfacsaró vegyszerszag viszont arról tanúskodott, itt nem csak gumiabroncs van. Az épületek ablakait gondosan bedeszkázták, de néhány betört ablakon betekintve egymásra halmozott koreai feliratú fémhordókat és zsákokat lehetett látni. Ez derül ki azokból a felvételekből, amelyek az Átlátszó birtokába jutottak. Az ügyben rendőrségi feljelentés is történt, majd ezt követően a környezetvédelmi hatóság intézkedett. A kormányhivatal szerint 663 tonna akkuhulladék volt a helyszínen, amit engedély nélkül tárolt egy aszódi vállalkozó. Azt viszont nem tudtuk meg, hogy ez a magyar vállalkozó mely cégektől kapta és kinek szállította volna a selejtes akucellákat. A közadatigénylésre megküldött határozatban ugyanis kitakarták az érintett cégek nevét. Az ügy kapcsán az ikladi önkormányzat is rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülés jegyzőkönyvét kikértük. Ebből megtudtuk, hogy az ikladi polgármester szerint a katasztrófavédelmi hatóság évek óta tudott arról, hogy akkumulátor hulladékot tárolnak a telepen. Ám az akkuszemét egészen addig ott bűzölgött Iklad határában, amíg az Átlátszó cikke, majd az ennek nyomán született feljelentés hatására elszállították a telephelyről. De hogy hová szállították a hulladékot, azt a kormányhivatal nem volt hajlandó nekünk elárulni. Csak hogy a bűzös, cellás hordók újra felbukkantak Abasáron. A község a Mátra déli lábánál levő szőlő- és bortermesztéséről híres bájos település. Gondosan ápolt szőlőültetvények között, egy futball és gokartpálya mellett egy elhagyott katonai bázis raktárában halmoztak fel 1700 tonna akucellával teli hordót. Ezekből ugyanolyan orfacsaró, fullasztó vegyszerszag áradt, mint az ikladi telephelyen fellelt hulladékból. A Heves megyei kormányhivatal az Átlátszó által feltárt abasári ügyre gyorsan reagált. Közleményükben ezt írták. Minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik kikényszeríteni a kormányhivatal, hogy eltűnjön az abasári telephelyről az a nagy mennyiségű akkumulátorgyártásból származó hulladék, amelyet a hatóság egy helyszíni ellenőrzéskor talált. Ám azt továbbra sem árulja el a hatóság, hogy hova viszik az akkuhulladékot. Pedig nagyon bűzlik az akkuhulladékok ügye, és nem csak a hordókból áradó vegyszerszag miatt. Az illegálisan tárolt hordókon és zsákokon az SDI felirat is látható, ami a Samsung SDI Gödi akkumulátorgyárat jelölheti. Az egyik ikladi épületben, amit nem örítettek ki, az akkugyártás veszélyes anyagait jelölő feliratok is láthatók. Egy ott felejtett dokumentumon pedig a Samsung SDI neve is szerepel. Az Abasáron fellelt hordókon a hulladék kódját is feltüntették. Ugyanilyen kódok szerepeltek azokon a fémhordókon, melyeket a hatóságok Bátonyterenyén az ott működő akkumulátorfeldolgozóban találtak. Az engedély nélkül tárolt több mint 1000 hordónyi hulladék miatt a Bátonyterenyei üzemet 31 millió forintra büntette a hatóság, melynek szakemberei a helyszíni ellenőrzés során bőrkiütésre és torokfájdalomra panaszkodtak az ott tapasztalt erős vegyszerszag miatt. A céget rendszeresen büntetik a hulladékok szabálytalan kezelése, tárolása és a baleseteket okozó munkakörülmények miatt. A lakosság pedig tüntetett és tiltakozott a gyár működése ellen. Itt a hegyek vannak, körbe. Bátonyterenye völgyben van. Akkor a szennyezettség, a sok fertőző anyag bekerül, itt mindenkit visz. Itt mindenkit vinni fog. Itt egyetlen egy lehetőség van,
hogy ezt a kurva nyáron meg kell záratni. Filmünk forgatása közben augusztus 22-én a hatóság bejelentette, határozatlan időre felfüggeszti a Bátonytörenyei akufeldolgozó működését. Valamint 100 milliós bírságot szabtak ki arra a vállalkozóra, aki Abasáron illegálisan tárolta a Bátonytörenyei üzemből származó 1700 tonna akkumulátorselejtet. Fontos eredmény, hogy a hatósági laborvizsgálatok a hordókban bűzölgő hulladékot veszélyesnek minősítették. A kérdés már csak az, hogy hogyan került a hulladék a hordókba. Ekkora mennyiségű akucella elszállításához ugyanis több ember kell, és alig ha lehet feltűnés nélkül elvégezni egy ilyen logisztikai műveletet. Továbbra is keressük a választ arra, hogy kik a felelősek a grandiózus mennyiségű veszélyes hulladék eltitkolásában. Az bizonyos, hogy a magyarországi akkumulátoripar több selejtes akut termel, mint amit fel tud dolgozni. Ezért a felgyűlemlett hulladékot az érintett szereplők úgy tárolják, hogy azzal komoly veszélynek teszik ki a környezetet és a lakosságot. Az akkugyártásból származó hulladékok ügye ezzel azonban még nem ér véget. Mi nyomozunk tovább.